Petri községnába előtt a fekete reakció útjára meggyilkolták Takács Gábor rendőr alkotmányot. Az útjítókat, aki a véregre szemét előkészítette, megszökött. Kalmakatalban találtak rá. A gyilkos bűntársai még a távbeszélő drótot is elvágták. Korabeli filmhíradó tudósítása az 1948. június 3-ai eseményekről. A község lakossága a helyi egyházi iskola államosítása ellen tiltakozott a községháza előtt, a dulakodás közben véletlenül elsült az egyik rendőr fegyvere, és halálra sebesítette az egyenruhást. A koncepciós perben Királyfalvi Miklós segédjegyzőt június 11-én kivégezték, Asztalos János plébánost életfogytiglani börtönre ítélték. Több helyi lakost bántalmazással kényszerítettek vallomástételre, sokan közülük súlyos büntetést kaptak. A 69 évvel ezelőtt történtekre ünnepi műsorral emlékezett szombaton a község, amely a rendszerváltásig a rendőrgyilkos bélyeget hordozta magán. Elkezdődött egy folyamat már a 80-as években Ember Judit Pózs Peti című filmével, ami földolgozta a 48-as eseményeket, és még az akkor élő szemtanúkat, részvevőket, elítélteket meg tudta szólaltatni, nagy nehezen, illetve a Helmeci László által képviselt per újrafelvételben, ahol kimondták, hogy Pózs Peti név nem bűnös, nem rendőrgyilkos település, tehát ezeket a bűnöket nem követték el. Az ünnepi istentiszteletet követően Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes köszöntését tolmácsolva Csallókozi Zoltán kabinetfőnök azt mondta, 1989 után az értékek a helyükre kerültek, a rendszer áldozatait már igazi példaképként lehet tisztelni. A megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, Pócs Petri történetét és tanulságait mindenkinek meg kell ismernie. A továbbadás, az emlékezés az minden nemzedéknek kötelessége, illetve hát arra is emlékeztetett bennünket, hogy vannak a világnak olyan részei, ahol most is van keresztény üldözés, nem is olyan messze tőlünk, és ne adja Isten, hogy így legyen, de ez előfordulhat akár a következő évszázadokban itt Magyarországon is. A helyi temetőben több százan adták meg a végtisztességet Királyfalvi Miklós jegyzőnek. A segédjegyzőt kivégzése után jeltelen sírba földelték el a Rákoskeresztúri temetőben, hamvait kihantolták és örök nyugalomra helyezték Pócs Petriben. A Pócs Petriekre mindig felnéztem, és büszke voltam arra, hogy itt nem messze hozzánk olyan emberek kimondták az igazságot a szocializmus idején is, akiket utána meghurcoltak, de végre ugye 89-ben elkövetkezett az az időszak, amikor a tisztességet megadhatjuk nekik. A rehabilitációs eljárás folytatásaként a tragikus események helyszínét, a korabeli Irinyi kúriát, azaz a polgármesteri hivatal épületét történelmi emlékhelyé szeretnék nyilvánítani, valamint elkezdik a fejlesztését is.